Kedves Zoltán, az a problémám, hogy amikor kis csalit szeretnék felfőzni a hajszálőkére, mikor beledugom a fűzőtűt, akkor a csali elreped. Mit tehetnék, vagy mi lehet a probléma? Nyilván ezt most a poén kedvéért csináltam. A kérdés az jogos, de a poén kedvéért csináltam, hogy az egyik legnagyobb fűzőtünkkel próbáltam átfőzni talán az egyik legkisebb csalinkat. Nyilván az, hogy elreped a csali, ez egyértelmű, evidens, mert egy ilyen kis csaliba, ha a legnagyobb fűzőtőt próbáljuk beleszórni, akkor az biztos, hogy el fogja repeszteni. De ennek még más oka is lehet, ami miatt elrepedhet, de szeretnék néhány fontos dolgot elmondani. Biztos vagyok benne, hogy a tapasztalt horgászoknak ez már nem lesz újdonság, de sokan vannak, akik számára ez nem evidens. Az, hogy itt most látok előttem 2-4-6 darab, 6 különböző fűzőtőt, ennek nem az az oka, hogy most 6-szor próbáljuk meg lehúzni a bőrt a horgászokról, hanem pontosan az az oka, hogy mind a 6-nak különböző jelentősége van, nem egyformán, és mindegyik más funkciót tölt be. Először is szeretném megmutatni azok kedvéért, hogy nézzétek meg. Ennek a legnagyobb, a leghosszabbnak, ennek az a neve, hogy PVA stick needle. Hát ez a PVA zóna. Ha ezt valaki megpróbálja ezzel felfűzni a bojlit, most nem akarom eltörni, de mivel látjátok, hogy ez milyen lágy így a közepe, ezt elkezdi erőltetni, hogyha kemény a bojli, ez biztos, hogy el fogja törni, és akkor azt fogja mondani, hogy na, ennyit az SBS fűzőtőkről, ez nem ér egy forintot sem, mert eltörik. Egyáltalán ez nem így van, hanem ennek nem ez a célja, nem ez a szerepe. Ennek az a szerepe, ide elkészítettem, nézzétek meg, most csak egy egyszerű, hogy ne húzzam az időt, itt van PVA-ba belecsomagolva a kis 16-os csalik. És ehhez, hogyha ezt szeretnénk koncentráltan az etetésre, vagy akár akik beszeretnénk ezt dobni, koncentráltan az etetésre, és nem akarják, hogy leszakadjon a valóról, azoknak ez a fűzőtű az aranyat érhet, megmutatom miért. Innen felülről PVA 3 keresztül szépen gyönyörűen a bojlik között át lehet fűzni ezt. Nézzétek, még akár sokkal hosszabb PVA hálót is át lehet. És fogunk egy ilyen erőként, most csak így itt van, pont így próbálnak, ide beleakasztom, és szépen a komplet előkét át tudom rajta húzni úgy, hogy ha rajta van a csali, most ezen pont nincs csali, de nézzétek, így fent tudom húzni az előkére, és így akármilyen nagy távolságra próbálom bedobni, nem fog leszakadni, hanem nyugodt lehetek, hogy ott van koncentráltan a csali mellett a PVA-ban szereplő plusz anyagok, ez lehet bojli, lehet etetőanyag, lehet pellet, amit szeretnétek, bármit rakhatok el. De ennek a fűzőtűnek ez a jelentősége. Arra kérlek mindenkit, erre használják, és hogyha erre fogjátok használni, akkor senkit nem fog meglepetésként élni, hanem ez egy nagyon-nagyon jó és nagyon fontos cél szolgál. Ha tovább lépünk, itt megnézitek, van 20 plusz bojli needle, és van bojli needle. Nálunk a 20 pluszos termékcsalád az azt jelenti, hogy a sokkal keményebb, sokkal tartósabb a csali, nehezebben adja ki magából az összetevőket, de viszont nyugodtak lehetünk, ugye ezt a legtöbbet a Rainbow-n használtuk, hogy nyugodtak lehetünk, hogy ott 2 nap múlva is, vagy akár 1 hét múlva is az a csali ott lesz, és nem rágják le a keszegek, nem fog szétesni, nem fog széthullani, de mégis adja ki magából az értékes összetevőket. Na most a 20 plusz bojlinédől annak a feje, majd megpróbáljuk hát, ha kamerával meg lehet mutatni, és át lehet adni. Ennek a feje sokkal vastagabb, sokkal erősebb, ezen van egy ilyen kis kalantyú, most ha lehet így mondani viccesen. Ennek az a lényege, hogy ha ezt egy keményebb bojlyba beletolom, akkor ez nem fog eltörni. Nem fog elrepedni, nem fog leszakadni a feje, mert meg van erősítve. És hogyha fogunk, biztos, hogy a legoptimálisabb, most csak a cél miatt, hogy bemutassam nektek, beleakasztom azt a kis kampót ebbe a fülbe, ráhajtom ezt a kis visszacsapó részt, és akkor így nem fog leesni, most pont leesett, de ha normálisan megfogom, akkor nem fog leesni, nem fogja letolni a bojlit, és fel tudom húzni a hajszálőkére. Nyilván ez nem a legoptimálisabb hajszálőke, csak azért, hogy bemutassam, azért mutattam. Tehát, hogy egy keményebb csalihoz 20 pluszos bojlit mérőt kell használni, a bojlit. A következő, van a sima bojli needle, tehát ez a bojli fűzőtű, ez pedig, ezeknek kicsit vékonyabb a feje, ezáltal egy picit gyengébb is, de a normál bojlikhoz, ami nem a 20 pluszos,
Hát normálisból egy akár oldódó, akár főző, nyilván ez az SZDSZ csalikra vonatkozik, mert én azzal nem tudok mit kezdeni, hogy olyan csalit veszek, hanem úgy kopok, hogy tulajdonképpen olyan, mint a beton, azt még valahogy fúróval is alig lehet átfúrni, de a normál csalikhoz, a normál SZDSZ csalikhoz, ami nem 20 plusz, nyugodtan ezt be lehet tolni, szépen át lehet fűzni vele, és fel lehet húzni a hajszállelőkére. A következő az a neve, hogy lead core splicing needle. Ez nem csalihoz van. Ez kimondottan lead core-hoz. Mi a lead core? A lead core az egy ólom betétes előke, amit hogyha felteszünk, úgymond a végszerelékünkre, az utolsó 1 méterre, vagy 80 centire, vagy 60 centire, kinek mi a szimpatikus, akkor ez megvédi úgymond a végszerelékünket, a zsinórunkat attól, hogyha esetleg belankadna fárasztás közben a bognátüstébe, vagy hogyha köves aljzaton horgászunk, akkor ez, hogy lesér az aljára, nem fogja elnyerni, mert ez egy nagyon erős szövésű zsinór, és benne van egy olyan betét, ami még ráadásul merevé teszi. Na most ahhoz, hogy erre egy fület tegyünk, ebből ugye valamennyi az ollombetétből le tudok csípni egy kis részt, és utána vissza lehet fordítani, és ezzel most nem kezdem el fűzőcskézni, de itt az a lényegre, hogy ennek egy nagyon pici feje van, de mégis erős, és ezt közé, hogyha ide beszúrom, akkor vissza tudom fordítani ezt a részét, és akkor így be tudok húzni egy fület belőle. Megmutatom nektek. Tehát így lesz visszafordítva egy fül, amit hogyha meghúzol, akkor ahogyan feszül, az befeszíti a szálak közé, és egyszerűen nem fog szétcsúszni ez a fül, és tudunk a lead core-unk végére egy gyönyörű szép fület helyezni, amit fel tudunk kötni a főzsinórunkra. Tehát ez nem csali fűzőtű, ez lead core fűzőtű. Tovább lépve, van heavy baiting needle, és van fine baiting needle. Ez kisebb csalikhoz van, ezen ha megnézitek, ennek nem ilyen kampószerű a vége, nincs ez a kis pöcök a végén, ami megtartja, hogy kicsusszon belőle. Ezek a finomabb csalikhoz való, és ezekből a finomabbból is, tehát az egyik a heavy, az a nehezebb, tehát a keményebb. Tehát ez azokhoz a csalikhoz való, ez simán át lehet szúrni a hegyével, amelyek kemények. Akár még így, ha hosszába szúrom is, akkor át lehet szúrni. De ha megnézitek, pont itt a lényeg, ezt azért akarom megmutatni, ennek a szára vastag. Tehát egy ilyen vastag szárú a kemény csalihoz, ez el fogja törni például az oldódó csalit. Na de akkor most mit kell ilyenkor tenni? Azt kell tenni. Itt van ugyanez a csali. Megnézhetitek, direkt ez egy kicsit szárazatlan hagytam azért, hogy halljátok, hogy ilyen csörgős, mert azok szoktak a legjobban repedni. De nyilván, hogyha csörög a csali, akkor az már egy kicsit jobban kíz van száradva. Ez egy régebbi, nyitva volt ez a csali, ezt a horgászatokról szoktam hordani, azonnal vettem ki, mivel nem volt lezárva, így jobban megszárad. És ezt a szárazabb csalit is, ha megnézitek, itt van ez a fine baiting needle, ez a finom fűzőtű, ezzel a kis hegyével, aminek sokkal vékonyabb ez a szára, ezzel gyönyörűen át tudom szúrni, úgy, nézzétek meg, sehol nem repett el, sehol nincs probléma, és gyönyörűen, hogyha akarom, itt van egy, nézzek egy hajszállelőké, itt van a hajszállelőke, és szépen erre gyönyörűen fel tudom úgy húzni, hogy nem reped el, nem lesz semmi problémája. Így. És ide jön egy stopper. Rögzítem a stopperra. Picit még meg kell húzni, mert nem elég a fül hozzá. Gyönyörűen fel lehet helyezni, nem tört el, nem szakadt el. De mint ahogy mutattam, még a vastagabbból is ez a kis vékony csali el lehet törni. Pláne, hogyha még egy bolygó fűzőtővel csináljuk, akkor még jobban el lehet törni. De hogyha finom, ezzel a fine baiting needle-el, akkor gyönyörűen át lehet húzni, és biztosan garantálni lehet, hogy nem fog eltörni. Azok kedvéért, hogy könnyebbség legyen, hogy nem kell, tehát ugye ebből három az, ami csalihoz való, a többi az tulajdonképpen igazából inkább a PVA vagy a lead core-hoz.
Tehát ebben van egy kommentar, egy ilyen szettünk, ez a Needle Set, ebben három kis csalihoz való, a különböző fejekkel ellátott, ez a képeken lehet látni. Szedben benne van három isi kedvezmény, és ebben meg lehet vásárolni a terméket. Olyan nem termék, bemutatót akarok belőle csinálni, de hogy azok kedvére, hogy még van egy ilyen csomó, és összeszedve, hogy ha ezzel a szedbe lesz meg valaki, akkor azokban kimondottan a csali fűzéshez van, a különböző fejjel, különböző vékony vagy vastagságú szárral lévő fűzőtük. Még amit szeretnék elmondani, ezzel a fűzőtőket úgy gondolom, hogy egy kicsit rendbe raktuk, viszont ami még lehet hiba, mert nem csak a fűzőtőnek lehet a hibája. Mutatok egy dolgot. Kiszedem ezt a stoppert, pillanat. És ha megnézitek, most fogok egy fűzőtőt, és ezen egy igen nagy görcs van. Most ha ezt kicsit tovább húzom és jól megfeszítem, nézzétek, el is tört. Tehát nem csak a fűzőtővel lehet probléma, hanem azzal, hogy a hajszellelőkét, mikor a horgász megköti, akkor hogyha nagyon vastag a hajszellelőke, mert tegyük fel ezt most nem a 15 librásból, hanem a 25 librás előkéből csinálja, főleg ha még valaki jól duplán megköti, akkor lesz rajta egy akkora görcs, hogy akármit fog csinálni, hogyha az belehúzza a csaliba, az a csalit szétrepeszti. Mit kell ilyenkor csinálni? A javaslatom az, hogy ha még 25 librást is használ valaki, és dupla görcsöt rak rá, azzal sincs probléma. Csak akkor a görcs és az elő, tehát a hajszellelőke vége közti távolság, az nagyobb legyen, mint a csali. Ez azért fontos, mert akkor nem kell belehúzni a csaliba, hanem mutatom. Itt van egy kis csali. Ha a csalit fogom, és felhúzom a hajszellelőkére, akkor csak addig húzom, hogy a görcs ne menjen bele. És elvileg, hogyha hosszabbra kötöm, akkor itt még kell annyi helynek lennek, annyit kell hagyni rá, hogy ide a hajszellelőkét be tudja, nem bocsánat, nem a hajszellelőkét, hanem a stoppert oda be tudjam helyezni. Már is mutatom. Ha nem húzom bele a görcsöt, nem a görcsöt, bocsánat, ezt is már kijavították többször, görcs a lába van, azt mondta az egyik idősebb forgász, nekem is nagyon is igaza volt, hanem csomó van. Tehát, hogyha ezt a vastag csomót nem húzom bele, akkor nem fog eltörni. Látszik, hogy én is már egyre idősebb vagyok, és nehezebben találom meg. Már is meg lesz. Sikerült. És itt ugye van egy kis szilikon cső, amit így lehúzok a tövébe, és így biztosak lehetünk benne, hogy a csali, amikor beszívja a halat, akkor jól fog akadni a horog is. Tehát még egyszer összefoglalva, a megfelelő fűzőtű használata, nem a legvastagabb, hanem a legkisebb csalihoz a legvékonyabb, és a másik, ami probléma lehet az, hogy a csomó a hajszellelőkén, hogy a csomót ne húzzuk bele, hogyha túl nagy a csomó, vagy kis csomót kössünk, vagy ha túl nagy a csomó, akkor úgy kössük meg a csomót akkora távolságra, hogy a csalit fel tudjuk húzni, hogy a hajszellőkére, hogy még maradjon a végén annyi hely, hogy be tudjuk rakni a stoppert a végébe, és akkor biztos, hogy nem fogja szétrepeszteni a csalinkat. Remélem, ezzel is tudtam segíteni. Jó fűzőtűzést és csali felhelyezést a hajszellőkére.